Jó estét kívánunk mindenkinek, nagyon nagy szeretettel köszöntjük azokat a játékos kedvű nézőket, akik ezen az estén is velünk tartanak. Ez a Genius Galágbotond Balázzsal. Jó estét kívánok. És Ország Lászlóval. Jó estét kívánok. Botond, erről a Balázsról eddig nem beszéltünk. Ha már ez a teljes nem, akkor így is elhangozhat. Jól van, Lászlónak van másik keresztneve? Nincs második keresztneve. Nincs második keresztneve, viszont nem szereti a lifteket. Igen, így van. Miért nem? Mert hát ugye a sorsirónia, hogy műszaki egyetemre jártam, és többször beszorultam a liftbe. Az egyetemen? Az egyetemen, a horror, igen. A horromon jön el a lift, hanem a műszaki egyetemen, igen. Egy tévéstúdióban lámpák romlanak el, a műszaki egyetemen a gépek, tehát persze. És abban azért csörlőztél a liftet, úgyhogy ott néha fél alatt kellett várni, mielőtt fölcsörlőztek egy emelte, félből kérdezett szállni, és utána a tizedik emeletre is gyalog mentem a angol órára de például. Ez egy jó érzés, hogy mindenki az emberrel foglalkozik, hogy, vagy annyira nem, mégse. Hát azért. Ha sietni kell, akkor nem akkor annyira nem. Jó. Botondnak van valami ilyen, amit nem csinál, vagy fél tőle, vagy semmit, liften jár, mindent, ejtőernyőzik, búvárkodik, mindent. Ami... Nem, azokat nem szoktam azért. De nem azért, mert fóbia van, hanem egyszerűen csak azért meg nem. Viszont ugye beszéltünk talán róla, hogy gyakran is változatosan főz. Ezek saját kreálmányok, vagy receptek alapján? Vegyes, azért sokszor, ami éppen rendelkezésre áll, ilyen egyetemista gasztronómia. Igen, az jó is. Sok mindent jót ki lehet hozni ezekből. Az a legnagyobb titok, abból főzni, ami van, ugye? Igen. Hát mégis, ami nincs, abból nem lehet főzni, ugye? Na és így születnek egyébként a nagy dolgok, meg az új kreálmányok. Rossz esetben a mákos bab, de hát erről nem beszélhetünk. Na jól van, nagyon fontos dolgunk van, és vegyük is komolyra a játékot, hiszen 2-2 az állás, ugyebár, és Botond számára az a tét, ugyebár, hogy megnyerje a harmadik párbaját, hiszen előtte két párbajt már megnyert, úgyhogy nagyon szép eredményeket mutatott föl eddig, sőt, ugye nem csak eredményeket mutatott föl, hanem megvan a járandóság is hozzá, hiszen ugye egy garantált nyeremény van, ami jelen esetben már 1 millió forint, amit egészen biztosan el fog vinni Botond, és komoly ellenfelekkel szemben tudod győzni. Lászlónak meg természetesen az a tét, hogy megállítsa az ellenfelet, és maga kezdjen egy sorozatba, és szert tegyen egy 1 millió forintos garantált nyereményre. Mindenekután a 2-2 az állás, egy fantasztikusan izgalmas párbaj követően, most a döntőjátszma következik majd, a gomnyomos játékunk 7 pontig, 2-vel kell nyerni, ez fog dönteni arról, hogy ki folytathatja a játékot. Elkészültek az urak? Akkor következzen Galág Botond harmadik párbajának döntőjátszmája. Első kérdés. Milyen nemzetközi betűszóval szokás jelölni a folyadékkristályos monitorokat? Botond. LCD. Helyes a válasz, így van. Liquid Crystal Display. 1-0. Következő kérdés. Melyik megyében található a Baradla barlangrendszer? Botond. Borsodabaú-Zemplén. Nagyszerű válasz, így van. Aktelek község környékén. 2-0. Következő kérdés. Jézus melyik tanítványát szokták hitetlen apostolnak is nevezni? Botond. Tamást. A hitetlen Tamás, így van. 3-0. Következő kérdés. Hány üregből áll az emberi szív? Botond korán nyomott. László? Négy. Négy, hát persze, két pitvar, két kamra. Helyes, így van. 3-1. Következő kérdés. Melyik állat bőg a kupléban, mert nincs kalap a fején, és napszúrást kap szegény, ha meleg az idő? Botond. Tehén. Helyes. Bőg a tehén, mert nincs kalap. 4-1. Következő kérdés. Melyik nép nemzeti étele a paella? Botond. Spanyol. Helyes a válasz, így van. Alapvetően a rizses étel sokféle ízesítésben, attól függ, hogy mi van a koleszban, a hűtőben. 5-1. Következő kérdés. Melyik sportágban rendezik meg évente a Gyémánt Liga nevű több földrészt érintő versenysorozatot? Botond. Atlétikából. Helyes a válasz. Így van, ez is jó. 6-1 az állás, Botondnak jó néhány játszmalabdája van ahhoz, hogy megnyerje a harmadik párbajt is, de természetesen Lászlónak is vannak még lehetőségei, arról nem beszélve ugye, hogy egy-egy rossz válasz akár mínuszpontot is érhet. Következő kérdés. Hogy hívják a krimi irodalom honolulu-i detektívjét, akinek alakját Earl Dare Biggers teremtette meg? László. Magnum. Nem a Magnumról van szó, hanem Charlie Chan az, akit
keresünk, de hát kockáztatni kell, az nyilvánvaló. Viszont levontuk az egy pontot, 6-0. Következő kérdés. Kinek a felesége volt a magyar történelemből és irodalomból is ismert Szilágyi Erzsébet? Botond. Hunyadi Jánosé. A válasz helyes, így van, a válasz jó. És Botond, de végül is 7-0 arányban megnyeri a játszmát, és 3-2-re ezt a párbajt is magáénak mondhatja. Gratulálok, nagyon szép játékot, köszönöm szépen. László, ez most nehezebb volt. Az előző gomnyomós játékban nem éreztem azt, hogy ez ekkora probléma lenne, hogy gyorsan előző kell nyomni. Gomnyomós sem ment, nem tudom, hát igen. Gyorsabb a Botond. Az kétségkívül. Meg az, hogy el kell találni az ütemet, és ezt erre nem éreztem rá. Botond, ez bravúros volt. Köszönöm szépen, de lehet, hogy csak egyszerűen jobban bemelegettem, mert most mindjárt a műsor elején egy ilyen tétremenő nyomógombos párbaj, az bárkiből bármit kihozhat, belőlem is akár egy... Hát meg Botondnak már van emléke arról, hogy milyen döntőjátszmát játszani, és annak milyen a lélektana. László, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk játszani, és megtisztelt egy ilyen a kvízek egyik legendás alakja, de Botond az, aki folytathatja a játékot. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Volt ott ugye volt egy 3-2 Cagán Judit ellen, aztán volt egy 3-1 ugye Vőfély Péter ellenében, most megint egy 3-2, tehát azért ezek kemény, szoros játszmák. Nagyjából ez erre az élményre számított? Igen, azért ide már csak a tényleg a krémekrémé, a legjobbak kerülnek, és pillanatnyi formaidőzítésen is múlhatnak a dolgok, vagy a szerencsén, úgyhogy lehet látni, hogy vagy nagyon kiegyensúlyozottak, vagy nagyon sok a 10-0-10-1, úgyhogy látszódik, hogy mindenkinek nagyon nagy a tudása. Mindenesetre Botond nagyon jól kezeli ezt a helyzetet, és ezt jutalmazzuk is, hiszen ugye a garantáltan elvihető nyeremény ismét emelkedett egyet. 3 megnyert párbajt követően ez már 1.500.000 forint. De még nem lehet hátra dőlni, illetve hátra lehet dőlni, de akkor lehet, hogy korán vége lesz ennek a sorozatnak, úgyhogy ismerjük meg Botond 4. ellenfelé. Hegedűsné Gáspári Katalin. Magyar, angol és hittanár szakon végzett. Középiskolában tanít Nyergesújfalun. 2 gyermeke van, 3 fiú és 4 lány. A férjével közel 30 éve házasok. 2 vetélkedőben szerepelt eddig, mindkettőben nyert. Összesen 3 millió forintot. Kedves, csókolom, Katalin! Jó estét kívánok! Már fölnőttek a gyerekek, már lehetett jönni játszani? Nagyjából fölnőttek, igen. Hát a legfiatalabb is 12 éves most már, úgyhogy nem olyan kicsike, úgyhogy... Igen, ez már lassan az akkor, amikor nem bánják, ha anya elmegy otthonról egy kicsit. Abszolút nem bánják, annyira nem bánják, hogy kaptunk már karácsonyi ajándéként a férjemmel nyaralást 2 napos. Két menjünk csak el nyugodtan, igen. Igen. És a legidősebb gyerek mekkora? Ő 27 éves. És hogy van ez a 3 fiú, 4 lány, vagy 3 fiú, 4 lány, ugye? Legalább fölváltva vagy? Hát nagyjából sormintában, mert 2 lány, 1 fiú, 2 lány, 1 fiú és egy kisfiú a végén, úgyhogy kicsit beerősítettek a fiúk a végén. Aha. Úgy tudom, hogy hittantanári végzettsége is van. Igen, katolikus hittan. De azt nem tanít? Időnként igen, időnként nem. Most ebben az évben éppen nem. Viszont az angol és a magyar mellett a francia is fontos. Hát ugye? A franciát már nagyon régen nem használtam, de igen, van nyelvvizsgám, nagymamámtól tanultam még otthon a francia nyelvet, úgyhogy ez ilyen család. És a nagymama honnan tudott francia? Ő francia szakos tanár volt, ő magyar francia szakos tanár volt. Jó, tudjuk, hogy Tátón él, de átjár Nyergesújfaluba. Igen, igen, hát igen. Az csak 8 kilométer. Hát azok át lehet gurulni. Hát Pestre, nehezebb Budáról Pestre átmenni, mint Tátor. Sokszor igen. Igen. Meg vannak táti kollégák, és akkor így együtt megyünk. Arról szó volt, már több vetélkedőben is játszott, ugye? Összesen igen. Mennyiben? Hát összesen 3-ban, de 2-ben nyertem. Az egy jó arány. Azt igen. Hiszem, igen. És a sormintában hogy volt? Hát az utolsó volt a sikertelen. Akkor most megint nyerni kell? Hát úgy néz ki. Botond, nem adja föl. Itt vagyok, úgyhogy más nem tehetek szájtalpon maradni. Persze, nyilvánvalóan Botond nem adja föl, hiszen Botond a 4. párbajáért küzd, Katalin pedig azért, hogy ebben a játékban is győzedelmeskedjen, ugye? Nagyon helyes, így van ez a megfelelő hozzáállás. Botond fogja kezdeni majd az első játszmát ebben a párbajban, hiszen ő az, aki ezt kiérdemelte azáltal, hogy már itt van, és már több párbajt meg is tudott nyerni. De a 10 témakörünket újra keverjük, és nézzük, hogy melyik 3-at vesszük elő ehhez a játszmához. Ezek a történelem és közélet, a sport, illetőleg az élővilág, és ezek közül az első, amivel elkezdünk játszani, az a történelem és közélet. Következik Galák Botond 4. párbaja.
Botond, mi a nemzetközi betűjelzése a diplomáciai autóknak? CD. Helyes, így van, CD. Diplomáciai testületnek a francia rövidítése. 1-0. Következő kérdés. Kihez látogatott el 6. Pius pápa a fordított kanossza járás során? Második Józsefhez. Nagyszerű, így van. Ugye Második József a türelmi rendeletében feloszlatta a szerzetes rendeket, amelyek nem végeztek úgynevezett hasznos munkát, és hát ez nyilvánvalóan okozott némi feszültséget. 2-0. Következő kérdés. Milyen középkori vallási jellegű mozgalom képviselői voltak a kejhesek és a táboríták? Ők voltak a husziták. Husziták, helyesebb, így van. A kejhesek voltak a mérsékletebb irányzat, vagy szárny, a táboríták pedig radikálisabbak voltak. 3-0. Következő kérdés. Melyik amerikai elnöknek állítottak először szobrot Budapesten? Ronald Reagannek. Nem jó a válasz, Katalin. Jimmy Carternek. Nem, jobban vissza kell menni az időben. George Washingtonról van szó, aki 1906-ban kapott szobrot. Nem volt jó a válasz, de nem volt ismét rablás. Maradunk Botonnál, 3-0-nál. Következő kérdés. Melyik francia város polgármestere volt korábban Jacques Chirac, későbbi köztársasági elnök? Párizs. Helyes a válasz, így van, Párizs. Méghozzá hosszú ideig, 77-től 95-ig volt Párizs polgármestere. 4-0. Következő kérdés. Milyen növényből készült mérget itattak Szókratésszel kivégzésekor? Bürök. Ez volt, bürökkelyhet itattak vele. Így van, helyes, így van. Nagyszerű. És ő azt ki is itta. 5-0. Következő kérdés. Ki volt az utolsó miniszterelnök, aki az előző rendszerben 1988-ban kapott megbízást? Németh Miklós. Ez a válasz is jó, így van. Nem túl hosszú idő jutott neki, 88 novemberétől 90 májusáig. 6-0. Következő kérdés. Kivel találkozik Szűz Mária MS Mester híres táblaképén? Erzsébettel. Elfogadom, így van. Szent Erzsébettel találkozik, ugye? Csak hogy pontosítsuk a dolgot, ugye keresztelő Szent János édesanyjával találkozott ezen a bizonyos képen. Mindenki így kezdi, borzasztó. Tehát megjön az ember, játszana, de hogyha az ellenfél játékos, aki itt van már eleve, nem nagyon had esélyt, akkor egy marad, hát, hogy az ember így... Hagyott csak lecsap, nem tudtabb lecsap. Hát igen, igen, de... A rést a pajzsol még nem sikerült nektek. Igen, de előbb-utóbb egészen biztos, hogy Katalin fog jönni. Jó? Csak azért mondom, hogy kitartás, nem ez az első eset, hogy valaki megjön. Játszunk! És nem csinál semmit. De figyelni, 7-0, még ennek a játszmának sincs vége. Botond, melyik magyar történelmi személyiség kúriája látható Kehida kustányban? Deák Ferenc. Nagyszerű válasz, így van. Mai napig is megvan egyébként ez, és hát egy ilyen emlékszoba a múzeumban. 8-0. Következő kérdés. Melyik osztrák festőművész múzsája volt Adele Bloch-Bauer? Klimt. Gustav Klimt. Helyes a válasz, így van. Gustav Klimt. Ugye, és jó néhány képén őt formázta meg, őt festette meg. 9-0. Játszmalabda. Következő kérdés. Melyik légijármű megfestésére inspirált a sógora 1878-as utazása Színyei Merse Pált? Egy ballon, légballon, hőlégballon. Mindegyik jó, így van, léghajó, hőlégballon, mindegyik jó. Botond, imponáló játék, és egy gyors 10-0, 1-0 arányban vezet Botond. Azért nem volt könnyű játék, mert elég sokféle irányból jöttek kérdések. De szépen állt a sorat, gratulálok hozzá. Sokat olvasgat? Igen. De ráadásul nem csak ez, hogy sokat olvas, hanem valami hihetetlen memóriája is van, hogy ez mindez ott marad az ember fejébe, mert én például sokat is felejtek. Hát nem látszik rajtam, én is azért sok mindent elfelejtettem. Hát ez már nagyon sok minden középiskolai anyagra lenne például szükség itt, és lehet, hogy mindenki rögni fog, hogy ez milyen egyszerű, és az embernek nem jut eszébe, de hát ez egy a nyomás alatt készülő diák a legveszélyesebb ellenfél általában, csak ő meg nem emlékszik bizonyos dolgokra, mert hiszen még fiatal, de ami ilyen tudás alapú, azok nagyon veszélyesek tudnak lenni. Jó, de hát Botond már, hát ez már az öregedés jele, hogy felejt, hiszen 22 éves, ugye nyilvánvalóan Katalinnak idősebb gyermekei vannak. Ő van, igen, köztük, de van 22 éves fiam is, úgyhogy. Na, hát akkor.
Boton vezet tehát 1-0 arányban, épp ezért most Katalin fogja kezdeni a második játszmát, úgyhogy egészen biztosan lehet játszani, jó? De előtte megnézzük a témaköröket, és ezúttal, ami szóba jön, az a tudomány és technika, a földrajz, illetőleg a film és tévé, amivel pedig indítjuk ezt a játszmát, az a film és tévé. Katalin következik a második játszmában. Katalin, ki alakította a Szomszédok című sorozat manapság számtalan mémről visszaköszönő Janka néniét? Botond? Pásztor Erzsi. Pásztor Erzsi. Gondolom, nem sok ideje van tévét nézni ennyi gyerek de mellett, meg akkor a családban. Igen, őt pont tudnom kellett volna. Igen? Csak nem ugrott be a neve. Igen, Pásztor Erzsi, Janka néni, aki mindig talál valami alkalmat, hogy kicsit iddogáljon. Botond Rabolt, mi legyen a témakör? A igazi tanári feladat meghatározni a témakör. Legyen film és tévé. Legyen film és tévé. Botond, melyik 1973-as filmben alakított szélhámos párost Robert Redford és Paul Newman? A Nagy balhé. Igen. Ez a címe, igen. De a címeknél rigorózusak vagyunk, mert egy cím vagy az a cím, vagy nem az a cím, tehát nincs egy kicsit az volt a címe a filmnek, de történetesen az volt a címe, hogy a Nagy balhé. Csak így. Megint egy rövid story time, már múltkor is jártam, hogy erről is 2-3 napja olvastam, úgyhogy... Ezt se látta, csak olvasta. Igen. Igen. Jó, azért előbb-utóbb, amiket olvasott, azokat érdemes lesz majd megnézni. Jó? Terben ezek van. Ezek ilyen tehát filmtörténelmi különlegességek, így van. Igen, egyetemnél téli szünetben például biztos lehet. Ha lesz rá alkalma a vizsgai időszak után, akkor majd elkezdem pótolni ezeket. Jó, Botond következik, ugye, 1-0, jöhet a következő kérdés. Kirendezett filmet 1984-ben az István a király királydombi előadásából. Passz. Ezt nem olvastam. Katalin? Koltai Gábor. Helyes a válasz, így van, Koltai Gábor, ugye itt fontos volt a keresztnév is, nagyszerű, ugye egy előadásnak indult a királydomban a Városligetben, aztán 7 lett belőle, és ezeken forgattak, és ebből született a film. Katalin visszarabolt, mi legyen a témakör? Tudomány és technika. Tudomány és technika. Katalin, melyik természeti jelenségnek van hipo és epicentruma? A földrengésnek. Földrengés. Helyes. Első pont. Mindig az első pont megszerzése az a kulcs, az a küszöb. Ha valaki azon átlép, akkor onnantól kezdve lavinaszerűen indul be a játék. Igen. Egy. Következő kérdés. Melyik anyagot nevezték régebben világító olajnak is? Botond? Petróleumot. Petróleum, igen. Ez tulajdonképpen logikus, nagyon szép a petróleum, a világító olaj. Egy-egy, Botond következik majd, témakör. Film és tévé. Film és tévé. Botond. Melyik amerikai filmben ismeri meg Eddie Murphy afrikai hercegként a Szexi Csokoládé együttest? Amerikába jöttem. Látta vagy olvasta? Nem láttam még egészbe, de részbe, igen. De és pont a Szexi Csokoládé részt láttam. Ez nem volt meg, de Eddie Murphy hercegként New Yorkba túl sokszor az nem csak jár. Az lehet, így van, helyes, Amerikába jöttem. 2-1, következő kérdés. Ki játsz a Geppettót a Disney új élőszereplős Pinocchio filmjében? Nem tudom, Leonardo DiCaprio. Az is szép válasz, de nem jó, Katalin? Calvin Klein. Tom Hanks játsza ezt a szerepet. Persze. Tom Hanks. Marad a 2-1, meg valami utólag beugrott? Igen. Hát ez a baj, az utólagos beugrásra viszonylag kevés pontot szoktunk adni. Igen, tudom. Igen. Szoktam nézni a műsort. Botond, melyik amerikai színész volt a Shogun és a Tövis Madarak című sorozatok férfi főszereplője? Igen, Robert Redford, nem tudom. Katalin tudja? Richard Chamberlain. Helyes, na ez most jókor ugrott be. Így van, Richard Chamberlain. Hát ez egy szép próbálkozás volt, de hát túl sok színész van, aki szóba jöhet. Katalin jön ismét, témakör. Tudomány és technika. Tudomány és technika. Nagyon kedves ember, lesz majd a játék után újra. Igen. Katalin, mit jelent magyarul a fizikából ismert tempus latin kifejezés? Idő, azt jelenti, hogy idő. Idő, remek. Szia, jelent.
helyes. Így van, mindent tudott róla. 2-2, de ez egy vastag egy pont. Tehát vastag, aláhúzom. 2-2. Következő kérdés. Minek a mértékegysége a kalória? Energia. Igen. Energia. Hogy mennyi energiát fogyasztunk, égetünk el, vagy mennyi energiát viszünk be, tulajdonképpen erről van szó, ugye? Igen. 3-2-re vezet Katalin. Következő kérdés. Ki volt az a Nobel-díjas fizikus, akinek a felesége, a lánya és a veje is kapott Nobel-díjat? Pierre Curie. Igen. Gyanakodva válaszol. Igen, mert nagyon régen, én már elég öreg vagyok hozzá, volt egy tévésorozat. Igen. Marie Curie életéről, és például onnan tudom, hogy lengyel származás, vagy csomó mindent meg lehetett volna jegyezni. Na igen, ezért jó, amikor az ember nézi is, nem csak olvasat. 4-2. Katalin. Melyik évtizedben járt legutóbb a naprendszerünkben a Halley üstökös? 90-es évek. Nem jó a válasz. 1980-as években. Igen, egész pontosan. 86, és várhatóan 2061-ben fog visszaérni. Én már alig várom, csak nem biztos, hogy megérem. Igaz, mert középiskolás voltam, és az akkor volt. Igen. Pici szünet következik most a játékban, egy pár perc, de aztán folytatjuk rendületlenül. Tartsanak velünk tovább is. Galák Botond megnyerte a harmadik párbaját is, ezzel pedig 1,5 millió forint már biztosan az övé. A negyedik ellenfele Hegedűsné Gáspári Katalin, és Botond egyelőre 1-0-ra vezet. Kettejük játéka nem csak izgalmas, hanem szórakoztató, vidám összecsapás is egyben. Vajon ki lesz szomorúbb a végén? Újra kigyúltak a fények a Génius stúdiójában, folytatódjék a játék. 4-2-nél Botond jön újra, mi legyen a témakör? Film és tévé. Film és tévé. Botond. Ki alakítja a címszereplő Janikát Keleti Márton filmjében? Geszti Péter. Egyszer már bejött. Ne. Turai Ida. Turai Ida, ráadásul ugye ez egy... Békefi a férje, Békefi László? Igen. A férje István. Neki írta a szerepet, azt hiszem, Turai Idán. Igen. Ugye arról szól, hogy egy színésznő egy fiú szerepet gyakorol otthon teljes kosztümben, majd egyszer csak megérkezik a férj hosszú évek után, és azt hiszi, hogy az ő gyereke, és a színésznő meg nem világosítja föl a családot elhagyott férjet arról, hogy ő valójában nem az ő gyereke, hanem a feleség, ez Janika. Így van, Békefi István. 4-2-nél újra Katalin következik majd, a témakör. Folytatjuk ezt a pingpongot, tudomány és technika. Tudomány és technika. Katalin, mit jelent a gyógyhatású készítmények leírásában a gyakran olvasható antiszeptikus jelző? Ez azt jelenti, hogy fertőtlenítő hatású, tehát hogy minden kórokozót elpusztít. Így van, igen, nagyszerű. A szepszis jelenti a fertőzést. Így van, helyes, így van, és ez az elleni, fertőzés elleni, fertőtlenítő, fertőzésgátló, tökéletes. 5-2. Következő kérdés. A kémiai elemek melyik csoportjának összefoglaló neve jelent sóképzőt? Halogének. Nagyszerű. Remek. Szokott helyettesíteni kémián? Nem. Innen is köszönet, nem viccelek, az általános iskolai kémia tanárnőmnek, aki kiváló munkát végzett 7.-8. Nem mondom meg hányban volt, de igen. Nagyszerű, akkor innen is, neki is köszönjük. 6-2. Következő kérdés. Milyen jellegzetes alakú felhő alakul ki nukleáris robbanás, vulkánkitörés, meteorit becsapódás után? Hát valószínűleg akkor a gomba, mert a nukleáris után az... Gomba felhő, igen, de nem kell se latin név, se semmi, gomba felhő. 7-2. Következő kérdés. Milyen rendkívül robbanékony vegyületet kevert Alfred Nobel kovafölddel a dinamit feltalálásakor? Glicerint. Nem? Az kevés. Botond? Nitroglicerin vagy trinitroglicerin. Igen, kellett volna a nitro a dologhoz. A nitroglicerin kellett volna. Igen, 75% nitroglicerin, kis szóda és sok kovaföld adja ezt a robbanó elegyet. Botond ezt most elrabolt a 7-2-nél, témakör. Film és tévé. Film és tévé. Ezt a sorozatot nem szakítja meg Katalin. Igen. Botond. Melyik magyar film végén derül ki Pokorni Léa karakteréről, hogy ő Szervét Tibor karaktere Maszkban? Valami Amerika 3. Helyes a válasz, így van. Valami Amerika 3, Herendi Gábor filmje. 7
Három. Következő kérdés. Kialakította a szépséget a Szépség és a Szörnyetek 2017-es élőszereplős változatában? Emma Thompson. Nem jó a válasz, Katalin. Emma Watson. Emma Watson. Ki Hermione alakította Harry Potter filmben. Igen, 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 nagyszerű, így van. Az Emma stimmelt, csak nem Thompson, hanem Watson, ami így viszont már nagyon nem mindegy. Ráadásul ugye van Emma Thompson is. Katalin visszarabolt, csak nem. De, tudományos technika, akkor pingpongozzunk még egy darabig. Jó, csak nekem jegyzőkönyvbe kell vennem, hogy ezt választotta, persze. 7-3, Katalin. Hány fokos egy derékszögű háromszög legnagyobb belső szöge? Hát 90. Igen. Derékszögű. Igen. 8-3. Következő kérdés. Mi a neve a sugárhajtású repülőgépek fő üzemanyagának? Ez a kerozin. A kerozin. Nagyszerű. Remélem, nincs előtt a nitrokerozin. Nincs. Ilyen. Sőt, petróleumból állítják elő, csak hogyha már erről ma már szó volt egyszer. Kerozin. 9-3-nál Katalinnak a játszmalabdája van az egyenlítéshez. Következő kérdés. A természettudományok melyik ágának kiemelkedő alakja volt a második században élt Galénosz? Csillagász. Nem jó a válasz, Botond, tudja-e? Orvostudomány. Orvostudomány, így van, orvostudomány. Igen. Beugrott? Igaz, igen. Igen, vannak az időben beugrós és a későn beugrós válaszok. Így van. 9-3-nál Botond még éppen jókor rabolt, hogy maradjon esélye. Film és tévé. Film és tévé. Botond. Melyik édességről kapta nevét a rajzfilm hős Pityke őrmester szirénázó kutyája? Marcipán. Marcipán. Marcipán fiam sziréna. 9-4. Következő kérdés. Ki kapott Oscar-díjat a Tarzan című Disney rajzfilm betét daláért? Elton John, nem tudom. Nem jó a válasz, Katalin. Phil Collins. Phil Collins, igen. Magyarul Ákos énekelte, a szívem vigyáz rád. Igen, igen, igen. Az Elton John az Oroszlán király, azt hiszem. Igen, így van. Phil Collins pedig a Tarzan. Katalin visszarabolt 9-4-nél. Botond, témakör. Legyünk változatosak, film és tévé akkor. Film és tévé. A földrajzhoz bottal se nyúlnak hozzá a játékos. Katalin, melyik filmjének folytatását készített el több mint 30 évvel később Tom Cruise? A Top Gun. A Top Gun, helyes a válasz, így van. Megvan a játszma, 10-4 arányban győzött Katalin, és a párbaj állása 1-1. Annyival jobb a játék, ha beveszik az embert, és játszhat tényleg, igen, ugye? De jó volt, ez nagyon érdekes volt, és szépen egymásra találtak ebből a két témakörből. Van egy-két időbe beugró, ez nem baj. Igen, hát ugye ennek a játéknak nem csak az a nehézsége, hogy ki mennyit tud, hanem az is, hogy itt kevés idő van, tehát gyorsnak kell lenni, gyors tudásra van szükség, az egyszerű kérdéseknek is ugye gyorsan meg kell jönniük. Botonnak ebben már több gyakorlata van, kicsit bele kell rázódni, de Katalin szépen bele is rázódott, hiszen behúzta a második játszmát. Ja. És gondolom, most már jobban is érzi magát, hogy részt vett a játékban, és nem csak közelről nézte. Igen. Mint egy néző a futballmeccs elsősorában, aki néha visszadobja a labdát a pont oda mellett ki touchra. Jól van. A harmadik játszma következik, a gomnyomós játék. Itt aztán végképp gyorsnak kell lenni, úgyhogy figyelni kell. 7 pontig megyünk, 2-vel kell nyerni, de van büntető pont is. Mindenki elkészült? Katalin is. Következik a harmadik játszma. Első kérdés. Mennyi 11 a négyzeten? Botond. 121. Helyes, így van. 11 a négyzeten, 121. Következő kérdés. Melyik városban nyert paralimpiát az úszó Illés Fanni? Katalin. Tokióban. Helyes, nagyszerű, így van. Tavaly nyáron Tokióban 100 méteres mellúszásban. 1-1. Következő kérdés. Melyik hős varázslata sikerül balul a Pókember Nincs Hazaút című filmben? Botond. Dr. Strange. Dr. Strange, helyes, így van. 2-1. Következő kérdés. Kinek a nevéhez fűződik az atommag fogalma? Botond. Rutherford. Vagy helyes. Rutherford. Igen, az egy túl korai volt, Katalin. Ernest Rutherford, helyes, 1910. 3-1. Következő kérdés. Melyik alföldi megyeszékhelyünkön található a hősök kapuja? Katalin. Szegeden. Nagyszerű válasz, így van, Szegeden. 3-2. Következő kérdés.
Melyik híres nőcsábászról szóló régi dalát dolgozta fel Zoltán Erika Dér Henny közreműködésével? Kasszanova. Helyes a válasz, így van. Curtis és Loci Begi is közreműködtek. 4-2. Következő. Milyen fajú Magyarország legidősebb fája? Katalin. Tölgyfa. Jó a válasz, így van. Körülbelül 800 éves Héderváron található Győr-Moson-Sopron megyében az Árpád tölgy. 4-3. Következő kérdés. Hány kilométer per óra a legnagyobb megengedett sebesség személygépkocsival a magyarországi autóutakon? 90. Nem jó. Autó. Nem országúton, autóúton. 110. 110. Katalin, nem is próbálkozott ez? Nincs jó. Nem vezetek, csak nem. Háztartást. És ez mennyivel? A 110. Változó sebességgel. 110. Igen. Le kellett vonni Botontól egy pontot, az állás így 3-3. Következő kérdés. Melyik világklasszis svéd teniszező viselte a jégember becenevet? Katalin. Björn Borg. Helyes a válasz, így van. 4-3-ra Katalin átvette a vezetést. Következő kérdés. Melyik felvidéki városban született Márai Sándor? Botont. Kassán. Kassán született 1900. április 11-én. 4-4. Következő kérdés. Melyik fűszernövény levelét teszik a mojito koktélba az eredeti recept szerint? Botont. Menta. Menta, így van. Szokott a hűtőbe menta lenni? Az nem. Az nem. 5-4. Következő kérdés. Melyik életfunkciót szabályozza a melatonin nevű hormon? Botont. Az alvást. Alvás. Nagyon gyors volt, de korán volt egy picit. Korán volt. 6-4 játszmalabdája van Botonnak. Következő kérdés. A Szex és New York melyik karakterének kölcsönözte hangját Spilák Klára? Katalin. Carrie Bradshaw-nak. Nagyszerű válasz, így van. Carrie Bradshaw. 6-5. Játszmalabda, de egyetlen pont a különbség. Következő kérdés. Melyik madárfajhoz tartozik Kele, Fekete István regényhőse? Botond. Gólya. Jó a válasz, így van, gólya. És így Botond 7-5 arányban megnyeri a játszmát, 2-1-re vezet. A nagy gomnyomó párbaj volt, Botond a picikével rutinosabb volt, és így ő nyerte meg ezt a játszmát, 2-1-re vezet. Viszont így Katalin fogja kezdeni a negyedik játszmát az egyenlítésért. Lássuk, hogy melyik három témakört kerül terítékre. Ezek pedig ezúttal a zene, nyelv és irodalom, illetőleg az életmód. Az első témakörünk pedig a zene. Következik a negyedik játszma. Katalin! Mi a foglalkozása Gedeon bácsinak Szécsi Pál dalában? Női fodrász. Nagyszerű, így van, női fodrász. Nelékesen a nők bálványa, a de ez már nem foglalkozás. Mert szerintem az előbb van, mint a nők bálványa, mint a női fodrász. Azért fontosabb egy férfinak, hogy a nők bálvány. 1-0, következő kérdés. Melyik az a görög pengetős hangszer, amelyet egy dalában a Delhusa John is megénekelt? Ukulele. Nem, Botond. Hárfa. Nem jutott ez is olyan lesz, hogy majd igen. Ez a buzuki. Persze, hol buzuki hangja szól. Ott, igen. Ígérd meg, hogy elviszel magaddal olyan tájra, ahol buzuki hangja szól. És ennyi. És későn. Igen. Hát Katalinnak én nem tudom megígérni, de a férje biztosan elviszel egy ilyen helyre. Továbbra is 1-0, következő kérdés. Ki alakította Tevje szerepét a Hegedűs a háztetőn című musical magyarországi ősbemutatóján 1973-ban? Besenyei Ferenc. Besenyei Ferenc. Legendás szerepe volt Tevje a Hegedűs a háztetőben. 2-0. Következő kérdés. Melyik amerikai rockzenekar egyik legnépszerűbb dala a Californication? Nirvana. Botond. Red Hot Chili Pepper. Red Hot Chili Peppers. Gyerekek, milyen zenét hallgatnak? Vagy fejhallgatóval hallgatnak zenét? Fejhallgatóval tűnő egyébként. Igen, hogy meg az ember nem tudja, hogy mit hallgatnak. Pedig rengeteget lehet itt tanulni, hogy a kölykök mit csinálnak. Botond rabolt 2-0-nál. Katalin választhat neki egy témakört, ugye zene, nyelv és irodalom, életmód. Nyelv és irodalom. Botond.
Melyik költőnk írta a Két karodban című szerelmes verset? Radnóti Miklós. Nagyszerű. Így van, Radnóti Miklós. 2-1. Újabb kérdés. Jack London melyik regényének hőse Buck, a farkasokhoz csatlakozó kutya? Nem tudom, én nem fog eszembe jutni. Katalin? A vadon szava. A vadon szava. A vadon szava. Katalin visszarabolt. 2-1. Katalin jön, mi lesz a témakörbotod? Nézzünk egy életmódot. Nézzünk egy életmódot. Igen. Katalin. Melyik évtizedben készült el Amerikában az első Barbie baba? 40-es években. Nem jó, Botond? Az 50-es években. 1950-es. 50-es. Ez tipp volt? Tudtam nagyjából, hogy egy német babáról szedték az ötletet, de hogy annak mi a neve, az arra már nem emlékszem. Miért foglalkozik Barbie babákkal? Ha már idézni kéne, egy királynak mindenhez értenie kell, de nem amúgy, bocsánat, ez félreérthető, nem úgy, hogy ott is a töketlen fecske repülési sebességét is miért tudták a... Igen. Úgyhogy itt is, ebbe meg lehetne fogni, úgyhogy ezért tudatosan készülni kell. Ebbe meg lehet fogni, tehát készülni kell rá, így van. Ezt nem néznék ki, hogy ennek is utána nézett. Igen, nézem. Ilyen meglepetésekre Botond utána nézett. Botond egy ilyen játékos, annak is utána néz, ami teljesen valószínű, hogy egyáltalán nem érdekli, de kérdés lehet, tehát utána. Az egyébként 1959 az egészen pontos dátum. Botond rabolt, mi lesz a témakör? Nyelv és irodalom. Nyelv és irodalom. Botond. Melyik nép királyának fia Legolász a Gyűrűk ura című regény hőse? Tünde, azonban is Erdei Tünde. Igen, Tünde, jó. 2-2, következő kérdés. József Attila melyik szerelmes versében szerepel hasonlatként a lillafüredi vízesés? Nem fog eszembe jutni, tudom melyikről van szó, de sajnos. Katalin? Az Ódában. Az Ódában, így van. Kicsit ilyen utalásos egyébként, de teljesen egyértelmű a vers alapján. 2-2. Botond, mi lesz a témakör? Folytassuk az életmódot. Életmód. Katalin. Milyen színű tea a szencsa? Zöld. Helyes. Szoktak inni szencsát, vagy? Nem, ez teljesen vak. Legyen volt. Valamilyen színű. Vakrepülés volt. Igen, igen. De abszolút vakon is zöld volt. 3-2, Katalin javára. Következő kérdés. Hány pontot ér a Csé a magyar nyelvű Scrabble játékban? 2. Botond? 3. Ne, azok a nagyon könnyű beték. A Csé, az ő, az hosszú, az 7 pontot ér, az elipszilonos és a Zsé 8-at, a Tjé pedig 10-et. Ugye itt az szerint, hogy egy betű hányszor fordul elő a magyar nyelvben, annál több pontot ér, minél kevesebb szed. Tehát annál nagyobb bravúr, ugye szót alkotni ezekkel a betűkkel. Értem, úgy. Igen, és akkor össze kell adni a betűkhöz rendelt számot, és az alapján meg a keresztbe lévőket, stb. Van triplázat, duplázat. És akkor így kijön az, hogy egy szóval hány pontot lehet szed, és akinek a végén több pontja van, az nyerte a játékot. Igen, tehát így van, igen. Nem, a gyerekekkel, de az baj, az nem jó, tehát csak ketten tudják játszani a Scrabble-t, és ha ennyi gyerek van, ott nem van olyan mondom, játéke. Nem azt mondom, hogy sose játszottunk, csak már régen, meg ritkán játszunk. 3-2 továbbra is, Katalin. Melyik olasz sajt nevének jelentése újra főzött? Ricotta. Helyes, így van, a ricotta. Ez a készítése kapcsán keletkezett ez a név. 4-2, következő kérdés. Hogy hívják német szóval a fodrászatban a tartós göndörítést, ami az 1980-as évek hajtrendje volt? Ez a Dauer. Dauer. Helyes. 5-2. Újabb kérdés. Milyen állat húsából eszik az, aki császárhúst fogyaszt? Sertés. Sertés. Igen. Hasalja és oldalas. Sertés. Császárhús. 6-2. Következő kérdés. Melyik régi gyerekjátékban mutogatta el a messzi földről érkezett játékos, hogy milyen szakmát űz? Amerikából jöttem. Híres mesterséggel címere. Mondott két betűt, és igen. Mutogatta. Remek. 7-2. Következő kérdés. Mi volt a neve annak a két Michelin csillagos magyar étteremnek, amely 2021-ben bezárt? Jamie Oliver Rézer. Nem jó. Botond? Onyx. Az Onyx. Igen. Botond rabolt 7-2-nél, témakör. Nyelv és irodalom. Nyelv és irodalom. Botond. Melyik magyar költő verse az Őrizem a szemed?
Radnóti Miklós. Nem jó, Katalin? Adi Endre írt a Csinszkának. Adi Endre, helyes, így van, de így legszebb szerelmesek. 7-2, Katalin visszarabolt, témakör. Maradjon életmód, nem tudok jobbat. Életmód. Katalin. Melyik dunaparti város látnivalója a Börzsöny Múzeum? Pát. Az nem jó, Botond. Szob, helyes, Szob. Már is visszarabolt, Botond. Témakör. Nyelv és irodalom. Nyelv és irodalom. Botond. Molière melyik színdarabjának főhőse a zsugori Harpagon? Tartüff. Nem, Katalin. A fösvénynek a főhőse. A fösvénynek a főhőse a zsugori Harpagon, ahogy a jelző talán egy picit segít is. A magyarban teljesen átment a Harpagon, de a franciák alapvetően ugye Harpagonnak ejtik. Katalin jön újra, témakör. Életmód. Katalin. Milyen alakú turista jelzés mutatja az ivóvízhez vezető utat a kiránduló útvonalakon? Háromszög. Nem jó. Kék kör, ha jól tudom. Vagy igen. A kört elfogadtuk. Az, hogy milyen színe van, az többféle színe lehet, de a kör útvonaljelzés az általában azt jelzi, hogy valamilyen vízforráshoz vagy vízlelő helyhez vezet az a bizonyos turista út. A kör az önmagában elég volt. A kék kör lehet kék is, sárga is, piros is, tehát többféle színű is lehet, annak nincs külön jelentősége. Botond következik. Nyelv és irodalom. Botond. Melyik évtizedben rendezték meg először Magyarországon az ünnepi könyvhetet? 1950-es években. Nem jó a válasz, Katalin. 70-es években. Ez sokkal korábbi, 1929 májusában rendezték meg először a könyvhetet. 1920-as évek lett volna a helyes válasz. Maradunk Botondnál. Következő kérdés. Ki rabolta el az egri csillagokban Jancsikát, Bornemisza Gergely és Cece Éva kisfiát? Jumurdzsák. Helyes, így van, Jumurdzsák volt az főgonosz. Azért nem úgy, hogy nem olvasta, hatodikba kötelező. Szerintem már harmadikba elolvastam, hogy előre készüljek, de tényleg. Ja, hogy már akkor is erre készül. Ezért gondoltam, hogy így különösen ciki, hogy elolvastam többször, és még így sem. Jó, hát a Jumurdzsák az a főszemét, hát azt tudni kell, persze, így van. 7-3, inkább annak örülünk, hogy végre elmozdult a kettőről. Következő kérdés. Melyik regény emlékezetes mellékszereplői Kac tábori lelkész és Lukás főhadnagy? Svejk a derék katona, helyes, így van. 7-4, újabb kérdés. Melyik képregény sorozat főszereplője a nyomozó újságíró és fehér foxia? Tintin. Nagyon jó, így van. Ezt nem harmadikba olvasta, fogadjunk. Nem olvastam egyáltalán. Akkor honnan tudta? Ezt tudom, hogy van benne egy ilyen kisfiú, meg egy kutya, úgyhogy... És ennyi. Ennyi, Tintin. De ez elég is volt. Elég. Botondot csak addig érdekli valami, ameddig egy vetélkedőben elég, és utána offolja. Több időm lesz, akkor bőven belemennék csak. Jó, de a biológiában jobban benne van, hiszen biológusnak készül. Még azt sem mondanám, úgyhogy... Jó, se. Azért az államvizsgán nem lehet azt mondani, hogy ez úgyse lesz kérdés egy kvízben, tehát nem tudom. Persze. Professzor úr. Ott azért részletesen bele kell menni. Így van. 7-5. Következő kérdés. Melyik írónő művei a Vele mindig történik valami, a Ha én felnőtt volnék és a Már iskolás vagyok? Janicsák Éva. Nem jó, Katalin. Janikovszki Éva. Ja, igen. Janikovszki Éva. Katalin rabolt 7-5-nél. Témakör. Olyan szép ez a párbaj, maradjon az életmód. Botondnak nincs is kedve befejezni, mert annyira élvezi. Katalin. Mi volt a neve a rendszerváltást megelőzően a budai Széchenyi-hegyi gyermekvasútnak? Vörös csillag. Botond? Úttörő vasút. Tudtam, hogy fájni fog. Egyszerűen csak az úttörő vasút volt, de hát ugye az úttörőket megszüntették, mint olyan. Igen. 7-5, Botond jön, mi legyen a témakör? Nyelv és irodalom. Semmi baj, ez így szép. Botond, mi a neve Petőfi a Négyökrös Szekér című versében szereplő lánynak? Anna. Nem jó a válasz? Erzsike. Ábrándozva szóltam Erzsikéhez. Nem választó magunknak, csillagot. Így van, nagyszerű, így van.
Újra Katalin jön. Most a témakört választ, nem csillagot. Igen. Hát még vicces sztori, relatíve a közelünkben Tolna megyében írt a Borját pusztán, ha jól tudom, Petőfi, úgyhogy duplán illet volna tudni. Hát akkor életmódozzunk. Bocsánat, életmódozunk. Az a baj, nem lehet. Nincs jobb stratégia. Bocsánatot. Az is egy életmód, hogy mennyi ideje el vagyunk ebben a játszmával. Hát játszani jó, ugye? Katalin. Melyik ma is közkedvelt divatcikk megszületését köszönhetjük Levi Strauss-nak? Ez a farmer nadrág. Farmer nadrág, így van. Csak mi Lévisznek hívjuk, ugye, annál a neve után, hogy Levi Strauss. 8-5. Következő kérdés. Melyik Hungarikumról nevezetes Békés Csaba és Gyula városa? A Kolbászról nevezetes. Kolbászról, így van. De külön-külön kolbász, hiszen két, tehát másképpen két, nem szabad a Gyulait. Nem mindegy, hogy Gyulukám hoz tízdek a Csabait, vagy Csabikám hoz tízdek a Gyulait. Írt a Csukás István. Ez a legnagyobb különbség a kettő között, így van. 9-5 játszmalabdája van Katalinnak a 2-2-höz. Következő kérdés. A magyar kártya melyik lapjait nevezték disznónak? Az ászokat. Az ászokat. Nagyszerű válasz, helyes, így van. Régen disznó szerepelt ezeken a rajzokon. 10-5-re Katalin megnyeri a játszmát, és így a párbajállása 2-2. Ej, de szép volt. Csodálatosan játszottunk. És jó látni, hogy a Katalin, aki az elején ilyen kis szomoran állt, hogy itt a botondal beszélgetek. Igen, de most, hogy az, hogy igen, hogy most már ugrál örömében. Ez a játék igazi öröme, amikor az ember itt tud örülni. Botond is nagyon tud örülni, de ezt a játszmát most Katalin nyerte meg, és így a párbajban az állás 2-2. Botond kifejezetten kedveli, hogyha döntő játszma van, ugyebár, hiszen a negyedik párbajából ez már a harmadik, amelyikben döntő párbajra kerül sor. Azt nem tudom, hogy a felek kedvelik-e, hogy most már több adásidőnk nincs, hogy befejezzük ezt a játékot, de legközelebb folytatjuk a döntő játszmával. Katalin, Botond, köszönöm a játékot, remek, és remélem, hogy önök is itt lesznek, amikor legközelebb eldől ez a remek összecsapás. Viszont látásra, további szép estét kívánok mindenkinek! Galág Botond és Hegedűsné Gáspári Katalin párbaja elképesztően izgalmas játékban 2-2-re áll. Botondnak Katalin már a negyedik ellenfele, és mintha kicsit fáradna. Vajon van esélye Katalinnak az eddig magabiztosan menetelő Botond ellen?